Nem tudom, fogyókurázik valaki? Itt az úriember. Na, van egy haverom, ő is fogyókurázik, ilyen 90 napos fogyókurát csinál. Meg az a lényeg, hogy bizonyos napokon csak egyfajta kaját ehet. Tehát ilyen napjai vannak, hogy párolt zöldség nap, gyümölcskoktél nap, és ma berúgok és leszarom a fogyókurát nap. Ezt az utóbbi szerető legjobban. Ő szokta mondani, hogy az én testem egy templom. Nézem, akkor mi ez a 30 kiló súlyfölösleg rajtad, Miki? Meghozták az új orgonát? Amúgy az ilyen kijelentésekért szoktam kikapni. Az a leggázabb, amikor állarcosbálon megvernek. Egyszer egy ilyen reklámügynökség szervezett egy állarcosbát, és mondták, hogy menjünk el Szabolcsra, öltözünk fel kreatívan. Én ilyen korondi népi motivumokat festettem a hasamra, és így az oldalamhoz erősítettem egy ilyen zománcozott cserépedényfület. Kérdezték, ki vagyok? Hát én vagyok a köcsök. Szabolcs ilyen sokkal kreatívabban öltözött, ő hasmenésként ment oda, hogy ő maga volt a has és ment. És volt egy csaj, kérdeztem, hogy te minek vagy öltözve? Azt mondja, influenzának, és így próbált vicceledni, hogy meg akarsz kapni? És néztem, hogy sajnos nem lehet, mert itt van velem a barátnő. És hogy minek van öltözve? Penicillinnek csesz meg. És ott nehéz bejönni lányoknál, mert oda mentem egy lányhoz, és meg akartam dicsérni, hogy milyen jó kurva jelmezed, és kiderült, hogy nem volt beöltözve. És oda jött a pasia, és ennyit mondott nekem, hogy megdög lesz köcsök. Egyrészt örültem, hogy felismerte a jelmezem, ugye? Másrészt elég hülye érzés ezt Pinocchio szájából hallani. Úgyhogy elnézést kértem. A székelyek amúgy, a székelyek azok nagyon segítőkészen verekszenek. Mert nem úgy, hogy megöllek, kinyírlak, hanem segítőkészen, hogy kell valami. Ügyeljé. Vigyázzál. Nem azt mondják, hogy fog be, kussolj. Nem azt mondják, mit mondták kicsi barátom? És hogy érdeklődnek folyamatosan a bunyó alatt így, hogy túl sok fogad van. Szereted a kórházi kaját? Anyád szeret feketébe öltözni? Belednek tekenőt hoztál-e? Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.